Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Február 3-án lesz egy portálnap. Ez 10 napon keresztül történik, 3-án indul, és minden nap 10 napon keresztül lesz egy égi kapu nyílása. Ezek a portálnapok, de minden nap más energia hat ki ránk. És pontosan erről számolok be ebben a videóban, ami most 10 napon keresztül, majd naponta megjelenik. Ezen az estén és a következő napokban is, tehát 10 napon keresztül, minden nap tartok egy szertartást, ami este 11 órakor indul. E-mailen keresztül jelentkezhetsz ezekre a szertartásokra, a díjam személyenként, naponként 4000 forint. És így a videón keresztül mindig beszámolok arról, hogy milyen témák lesznek. Az, hogy mikor van egy portál nap, ezt a maják számították ki, tehát ez a maja naptárból van. A maja naptárról beszámolok naponta a Facebook oldalamon. Ha érdekel ez a téma és tudni akarod, hogy milyen hatás van a maja naptárból, ott utána nézhetsz, megtalálod Dendera Susanna Medici néven a Facebook oldalamon. Tulajdonképpen, amikor egy portál nap van, akkor a mi földünk az összefüggésben áll a plejádokkal. A plejádok azok a testvérek. A plejádokkal szemben vannak a hiádok, azok is testvérek, a plejádok és a hiádok. Ezek mind nők, tehát 7 testvér, női testvér a plejádoknál, 7 női testvér a hiádoknál, és mindannyian Atlasz Istennek a lányai a görög mitológiából. Ami érdekes a plejádoknál és a hiádoknál, hogy köztük is van egy kapcsolat, hiszen fél testvérek a mitológia szerint, és a hiádok és a plejádok képezik az ekliptikán az arany kaput. Az ekliptika az tulajdonképpen a 12 jegy. És a kos jegye és a bika jegye között van ez az arany kapu az ekliptikán. Itt ennél az energiánál mindig döntésekről van szó, hogyan tovább, milyen irányba, mi az, ami jó számunkra. Itt meg kell a hit és a bizalom, hogy legyen, tehát erősíteni kell a hitünket, hogy ez sikerekre vezethet. Február 3-a az egy ilyen portál nap, kapcsolatban van a plejádokkal. A forrás az a maja naptár. Ebben a maja naptárban vannak hullámok vagy rezgések. Egy hullám 13 napig tart. A 13-as szám a majáknál egy misztikus szám volt, és úgy gondolták, hogy a 13-as szám szerencsét hoz. És egy hullám az 13 napig tart. Február 3-a, ez a portálnap, az a 9. nap az 5. hullámban.
ez kihat ránk. Itt arról van szó, hogy valamit befejeztünk, és lesz egy új irány, lesz egy új kezdet, lesznek tervek, de ezen a napon vannak még korlátozások. Az előfordulhat, hogy úgy érezzük, no most valamit elengedtünk, valamit lezártunk, kellene, hogy tovább lépjünk, de nem tudjuk, hogyan tovább, milyen irányba. Ez a korlátozás, ez olyan, mint egy kerítés. Amikor elérkezünk ehhez a kerítéshez, és nem tudjuk azt, mi van a kerítés mögött. Vagy át kellene mászni ezen a kerítésen, hogy tovább menjenek a dolgok, legyen egy új irány, egy új kezdet. Ez a kerítés, ez lehet egy belső feszültség, vagy bizonytalanság, vagy félelmek. De azt is jelentheti, hogy mások beleavatkoznak jelenleg a dolgokba. Vannak kapcsolatok kifele, vagy mások keresik velünk a kapcsolatot. Ez lehet előnyös is. Lehet egy közös cél, egy közös terv, vagy segítség, de bizony vannak néha olyan események, amikor mások beleszólnak a dolgainkba. Vagy azt mondják, ez nem jó számodra, meg ne álmodozz, ebből úgysem lesz semmi, tedd ezt vagy azt, vagy maradj a munkahelyeden, ez legalább biztos. Az, hogy te tényleg ott boldog vagy, vagy nem, ezt a szemét nem érdekli. Úgyhogy itt most, ezen a napon vannak korlátozások, vannak külső behatások, ami lehet jó, de lehet rossz is számunkra. És az, hogy felszabaduljunk ezektől a kapcsolatoktól, vagy kilépjünk a félelmekből, a bizonytalanságokból, ebben természetesen segít ez a szertartás ezen a napon. A maja naptárban minden nap vannak bizonyos jelképek. Ez is kihat az eseményekre. Erről is beszámolok ott a Facebook oldalamon. Ezen a portál napon, február 3-án Imis uralkodik. És Imis lefordítva egy sárkányt jelent. Ez lehet az is, hogy a párod még nős, vagy benne van egy pár kapcsolatban, és a feleség olyan, mint egy sárkány, vagy van egy anyukája, ez a befolyás rosszat akar számotokra, és úgy érzed, ő a sárkány. De amit a sárkány még jelent, ezek kármikus témák. Ha én az asztrológiára gondolok, a születési horoszkópra, ott is megjelenik a sárkány. És a sárkány jelenti a kármikus témákat. A sárkány feje és a teste az el van szakítva, el van vágva. A kármikus feladatunk az, hogy ezt a sárkányt, mint egy gyűrűt összefogjuk, hogy legyen meg ez a kapcsolat a test és a fej között. A sárkánynak a teste az kétú, a lefele mozgó kármikus csomó. Az jelenti a múltat, gyakran olyan témákat, amit átéltünk a korábbi életünkben. Itt lehetnek lelki dolgok, egy lelki kapcsolat, hiszen az ő lelke meg a te lelked újra találkozik, de ismerik egymást a korábbi életből. És erre utal kétú. Ez egy befele tekintés. Ez jelenthet egy spirituális utat is,
vagy az intuíciónkat, vagy lelki dolgokat. Kétu kihat az érzelmeinkre. Ezzel szemben van Ráhu, a felfele mozgó kármikus csomó, a sárkánynak a feje. Itt inkább olyan racionális dolgokról van szó, és kevésbé érzelmekről. Ráhu az jelenti a jövőt, a változásokat, egy új életterületet, döntéseket. De mivel gyakran nem tudjuk, hogy mit hoz a jövő, ez kiválthat félelmeket és bizonytalanságokat. A másik oldalon Kétu, ami a múltat jelenti, az is kiválthat könnyeket, szomorúságokat, amikor vannak ilyen emlékek a múltból. A feladat az, hogy összefűzzük Ráhút és Kétut, a sárkánynak a testét a fejével. A múlt megjelenik, a jövő megjelenik, és akkor mit tudunk mi tenni annak érdekébe, hogy legyen gyógyító erő, hogy megoldódjanak a kármikus témák, ha a jelent éljük. És én úgy szoktam mondani, mi mindig ott vagyunk, ahol a lábunk áll, ahol érezzük a talajt a lábunk alatt, a biztonság érzetét, és az mindig a jelen. Ha úgy alakítjuk az életünket, vagy úgy tervezzük, hogy csak a napra gondolunk, vannak ugyan emlékek, meg tervek, van jövő, és de a nap a fontos, amit átélünk, akkor észre fogjátok ti is azt venni, hogy a félelmek lassan-lassan elmúlnak. Hiszen mitől kellene félni? Nincs semmi veszély. De fontos a múlttal kapcsolatban az is, hogy bizonyos témákat elengedjünk, ami szomorúságot vált ki belőlünk. Az élet annyira fontos és értékes, ne könnyekkel tartsunk oda, vagy ne engedjük azt, hogy félelmek legyenek, vagy szomorúságok. Akkor is, ha vannak kihívások, amit meg kell oldani, de azért legyen meg a belső nyugalom, a belső erő, a hit. És ebben segít természetesen az isteni hatalom, az ima, segít az is, hogy jó kapcsolatok legyenek, és hogy bízzunk önmagunkban. Mindenben segít ez a szertartás, vagy remélem, hogy ti is nyitottak vagytok arra, hogy itt is kinyíljon egy égi kapu ezen a portálnapon, vagy egy belső út, egy spirituális terület, hogy így könnyebben megtudjatok bizonyos dolgokat, az életben ki tudjatok bizonyos dolgokat könnyebben alakítani. És ez volt a felvétel. Kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!